Véget értek az 55. jókai napok. A június 12-től 17-ig tartó seregszemlén 11, 3 felnőtt és 8 diákszínjátszó csoport mutatta be versenyprodukcióját. A szűk egy hét alatt több mint 200 résztvevő, 26 esemény, a versenyprodukciókon kívül 4 vendégelőadás, esténként egy-egy fesztiválklub és 4 szakmai értekezés zajlott le Komáromban. Ez is jó! A keddi megnyitót követően a kassai Pince színpad előadását láthatta a közönség, másnap a komáromi vidámiparisták színjátszó társulata hazai pályán saját alma mátere színpadán mutatta be Molière Tartuffe-t. Az előadás bezsebelte a legjobb férfi alakítás díját és a rendezői csoportvezetői díjat. A Molière Tartuffe-vel Parti Nagy Lajos fordításában ezzel a darabbal jöttünk. Én Orgont, a családfőt játszottam benne. Eléggé hozzám ragadt ez a szerep, hogy úgy mondjam, megtetszett, és a csapat is, főleg a csapat. A füleki apropó kis színpad csapata Aristophanes Lucy Stratéját előadva visszatértek hagyományos, sajátos stílusokhoz. Jól tették, el is vitték a fesztivál fődíját. Az az igazság, hogy mindig úgy jövünk, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk a darabunkkal, és most nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ezen. Valóban úgy éreztem én, hogy a legjobbak voltak a gyerekeink, de hát azért nem a fődíjé jöttünk, hanem azért, hogy együtt legyünk a többiekkel, és szerintem a jókai napok idei felhozatala akár a felnőtt színjátszásba, akár a diákszínjátszásba olyan magas volt, hogy nekünk ez nagyon nagy elismerés, hogy mi vihetjük el most a pálmát. A felnőttek nívódíját a Nánai színjátszó csoport nyerte el. A csapat 13 év kihagyás után vett részt a jókai napokon, és Szvirák, Szmoljak a Látnok című produkciójukkal elnyerték a zsűri tetszését. Akkor ön pedig a... Én pedig a kaszás volnék szolgálatára, uram. Kicsit hamajott. El kéne még intéznem ezt-azt. A diákoknál megosztott nívódíjat kapott a komáromi gimis diákszínpad és az ipolysági szondisok diákszínpad. A komáromi gimisták Egyszer homo című előadásukkal az élet alapvető kérdéseire keresték a választ, válaszokat. Végtelen boldogsággal tölt el, hogy egy olyan csapattal dolgozhatom, mint amilyen a mostani gimis, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt a munkát az idén a zsűri diákszínjátszó nívódíjjal jutalmazta, mert nagyon sokan vannak köztük olyanok, akik már jövőre nem lesznek a gimis csapatának tagjai. És azt a munkát, amit az elmúlt 2 évben együtt elvégeztünk, azt gondolom, hogy annak a gyümölcse az most érett be igazán. A tavaly ősszel alakult ipolysági szondisok, bizalom, etüdök emberi kapcsolatokra című produkciója improvizációs gyakorlatokra épült. Próbáltunk megfogalmazni érvényes gondolatokat a bizalom fogalmáról. Sok zenével, sok mozgással és humorral. A nívódíja a gyerekek számára nagyon-nagyon fontos, hiszen egy visszaigazolást jelent arról, hogy érdemes volt a fáradtságos próba folyamatban részt venni, és már most tervezgetik azt, hogy a jövőben hogyan, miként, és mindenképpen vissza szeretnének térni ide. Nagyon jól érezték magukat a fesztiválon. A zsűri és a szervezők is elégedettek voltak. Olyan örömteli produkciókat láttunk, amik miatt élvezett volt zsűritagnak lenni, tehát nagyszerű, főleg diák előadásokat, azokat a típusú előadásokat, amikor tényleg a közös játék, a vezető felszabadítja a diákokat, és a közös játék sokszor improvizációra alapuló, hatalmas lelkesedéssel megtöltött előadások hoznak létre. Mindenki nagyon elégedett volt, mindenki nagyon jól érezte magát. Tegnap este nagyon jó volt arra, hogy volt ideje a vezetőknek leülni egymással, beszélgetni, tele voltak ötletekkel ők is, megbeszéltük az esetleges újítások lehetőségét. Nagyon értékes volt ez a fesztivál is, tehát méltó a jubileumhoz, és nagyon értékes volt az, hogy együtt tudtunk lenni és tudtunk beszélgetni. Szombat este a fesztivál résztvevői megkoszorúzták Jókai Mór szobrát. A fergeteges záróbuli után pedig már csak a vasárnap délelőtti díjkiosztó maradt hátra. Mennek záróakkordjaként a város alpolgármestere meghirdette az 56. Jókai napokat. A Jókai napok 56-os évfolyamát. Én bízom benne, hogy miután a díjaknak örülve és a mostani élményeket feldolgozva már a közösségek hazafele az úton már arról fognak diskurálni, hogy mi lesz a következő, és hogy készülnek a következő
meghirdetett 56. évadra. Köszönöm, hogy itt voltak, nagyon szívesen láttunk benneteket mindig Komáromba, és hát hajrá színjátszók, hajrá amatőrök, és remélem, hogy nagyon gyakran találkozunk még színház és más körökben is. Köszönöm, meghallgatást!